Ma tartotta az új önkormányzati ciklus első rendes ülését Sátoraljaújhelyváros önkormányzatának képviselőtestülete. Ezt megelőzően természetesen a szakbizottságok véleményezték az ott szereplő napirendeket, illetve döntést hoztak a saját hatáskörükbe tartozó napirendek kapcsán. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság nyílt ülés keretében 4 napirendet tárgyalt. Ezek között újra szerepelt házi orvosi körzetek beszámolója. Varga Szilágyi Zita doktornő egy nagyon részletes beszámolót készített, és én azért örülök, hogy annak idején volt ez a döntés, hogy az egészségügyi alapellátás orvosai számoljanak be, hiszen nagyon sok minden a napirend során előjött, úgy a orvosi igazolások adása a rendelési időbe, hogy mi zajlik, hogy zajlik, most volt változás, hogy a városrészre, illetve Bereckibe nem lesz kihelyezett rendelés, és azért nem, mert hogy egy felszerelt rendelő van, itt a gyerekeket megfelelő környezetbe, körülmények között tudják vizsgálni, a szükséges vizsgálatokat elvégezni. Tehát örültünk a napirendnek, és annak, hogy ez ilyen módon zajlott a szakmai bizottság előtt. Dr. Csomós Katalina a 3-as számú felnőtt háziorvosi körzet tekintetében számolt be az ott végzett munkájukról. Doktornő szintén az ő szakmai munkájáról adott számot, illetve a védőoltásokról, személyi tárgyi feltételekről, az, hogy milyen preventív munkát, prevenciós munkát végeznek, és ezzel is a bizottság tagjai belelátnak az egészségügyi alapellátás orvosainak a feladatellátásába. A Burza Hungarika ösztöndíj pályázat tekintetében is tárgyalt egy napi rendi pontot a szakbizottság. Mióta ez a lehetőség adva van, és pályázni lehet, illetve csatlakozni lehet ez az ösztöndíjpályázathoz, Sátoraljaújhelyváros önkormányzata azóta ezt megteszi. Ott az előző testületi ülésen döntöttünk a hozzájutás lehetőségein, emeltük a családban az egyfőre eső jövedelmi értékhatárt. Ezzel az a célja a bizottságnak, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek a továbbtanulási esélyét javítsa, illetve hozzájáruljon ahhoz, hogy akinek van lehetősége, képessége, hogy az tudjon tanulni. Ezt követően az ügyrendi és nemzetiségi bizottság is ülésezett, 2 napi rendi pont szerepelt a nyílt ülés keretében. Az első napi rendi pontnak az volt a lényege, hogy a képviselők, illetve a bizottsági tagok tiszteletdíjának a megvonásáról beszéltünk. Az előterjesztő jegyző úr javaslatára, hogyha 3 egymást követő alkalommal nem vesz valaki részt a bizottsági üléseken, és nem igazolja hitelt érdemlően, akkor a tiszteletdíjuk 50%-os megvonásával kell számolni. A 4. alkalommal pedig már a teljes összeg megvonásra kerül. A második napi rendi pont pedig a közterület használattal kapcsolatos rendeletmódosítás, ami alapján kikerült a közterület használati díjak alól a légtérben elhelyezett reklámfelületek. A mai képviselőtestületi ülést felvételről a Híradót követően teljes egészében megtekinthetik.